Bora, köszönj! Bora, köszönj! Üdvözöllek titeket itt a Vlogmasnek a legújabb részében. Ma kijöttünk a pacólacokkal egy kicsit sétálni, mert undorító a pálya. Bora ott hátul caplat Lolával. Állj meg, Kaspi! Állj meg! Bevárjuk őket. Kaspiának viszket valami. Megvagytok? Igen. Akkor gyere. Igen, Kaspiant kantárba kell vinni, mert különben elránc, sajnos. De eddig nagyon jól viselkedik. Nem sokat... Fogd le! 1, 2, 3. Még nem sokat mentünk elől, mármint így telepen, úgyhogy ezt úgy gyakoroljuk. De eddig nagyon ügyes. Lola meg ott hátul, csak úgy csillesen. Kaspinak a versenykötőfékébe. Nem baj, a lényeg, hogy fancy. Szóval, ha érdekel titeket, akkor tartsatok velünk erre a kis sétára. Fogunk ma még Kometta is foglalkozni, meg diszítgetünk, meg hasonlók. Úgyhogy ez egy ilyen kis hétvégi vlogmász lesz, mert a mai napot, meg a holnapi napot is belefoglaljuk. Úgyhogy remélem tetszeni fog, úgyhogy ha szeretnétek, akkor tartsatok velünk. De gyere, nincs itt semmi lóevő. Lóevő. Lola? Kaspián, gyere te is. Lola nyilatkozik, hogy itt meg fogja valami enni. Na gyerekek, ez eddig elég kalandos. Találkoztunk kanapéval, meg autókkal, meg kutyákkal. Rájöttem, hogy Kaspián fosik. Rettentően fosik a kutyaugatástól. Igen. De tartjuk az első pozíciónkat. Boráék hátul kullognak. Volant. Igen, szóval, de minden nagyon hiper-szuper, Kaspi amúgy szépen viselkedik, csak néha kicsikét bele kell húznom a szájába, mert olyan gyorsan akar menni, meg van, hogy el akar húzni, akkor vissza kell húzni, de amúgy cukkancs. Most is azért tartani kell, mert elmenne a világba, ha nem tartanám. Oh my god, egy autó. Megálltunk egyet pihenni. A sok hatás után. Jaj! Találkoztunk csirkékkel, Kaspián mindennel ilyen lomhalmazos telekkel, autóval. Kaspiának annyira nem tetszett. Lola, hogy viselkedik, Bor? Lola? Ahogy szokott. Cuki. Cuki. Ez bolond. Ez nagyon bolond. Igen. Úgy kiugrott. Sétáltunk még az eleje fele, és megálltam, hogy mondom, bevárom a boráékat, és magyaráztam közben neki. Ez meg egy olyat ugrott, és így bakolt egyet. Mondom, jó, megyünk tovább. De hál' Istennek nem húzott el, szóval. Most ezen a csodálatos helyen vagyunk itt a köbösemi közepén. Most így kiértünk a házak közül, itt most erdő van. Aztán majd menjünk vissza megint házak közé, vissza a betonra. De itt tök jó a talaj, szóval nem csúszik, úgyhogy nagyon szupi. Az erdő közepén vagyunk, egy vadháló mellett, Lolával és Kaspiékkal, de most indulunk. Gyere, Lola! Gyere, Máma! Kaspián szarszok lesz ezt közben. Már itt megyünk visszafele. Nagyon, nagyon ijesztő. A kritikus... Lola! Rám figyel. A kritikus részken túl vagyunk. Megyünk haza. Shit.
lássam. Láss. Oh. Na, sikerült kitakarítunk a melegedőt. Ide kiraktunk ilyen kis égősor genyókat. Boroltan a karácsonyfával. Csodás. De szebb vagyok, mint a karácsonyfa, szóval. PH felirat. Itt ebbe még ilyen karácsonyi cuccok vannak, meg hasonlók. Odaraktuk a cipőket. Fölraktuk itt az ablakra ezt az ilyen be tudom kapcsolni. Ne. Működött ez, Bora? Aha. Ezt hol kell bekapcsolni? Ez kinyitott. Ó, aha. Ó, így is lehet, mi? És? Aha, és akkor lehet kapcsolgatni, hogy villog, meg ilyenek. Nagyon menő. Na, ide került az asztalra ez az ilyen kis csillagszóró. Vagy micsoda. Ez ilyen csillagokat vet itt föl az égbe. Nagyon cuki. Viszont töltős is nincs hozzá töltőfőnk, úgyhogy ezt meg. Arról kell hozni, de ez itt lesz. Illetve ide került ilyen kis palm, így villog, csillog, villog, ha bekapcsol. Ezzel pózolt Bora, ez olyan szép. Itt van egy menő Mikulásunk, még nincs a szemüvege a helyén. Nagyon menő, ez még újkorában táncolt. És itt van az adventi kalendárium, amit ugye a paciknak, ezt ide raktuk. Ezek ilyen random kupák. nem mi nyertük, ezek csak ilyen díszek. Nagyon menő díszek. Látszik, galamb van rajta, nem ló. Galamb! Na, készen vagyunk a melegedővel. Szerintem úgy tök jó kipa. Nagyon jól kipafosztuk egyébként. Úgyhogy minden szipi-szupi. Találkozunk holnap, amikor ilyen mikulásos képeket csinálunk, és földíszítjük a karácsonyfát. Az van. Ez annyira... Cuki. Oh, fogas. Az van, hogy összetalálkoztunk az osztályfőnökömmel, pedig tegnap nem voltam suliba. És így vigyorgott rám. Amúgy eljöttünk az orsóba vásárolni, mert nem volt itt a pekó. Újra pakoltuk a kosarat, mert raktunk bele két vizet. Még veszünk sajtos kiflit, aztán húzunk haza, mert már 7 óra van. Bevásároltunk az Oceanban! És most beszállunk még a KFC-be. Mert megérdemeljük. Mert megérdemeljük, hogy költöttünk pénzt. És most költünk még egy kicsit. Úgyhogy zsa KFC! Megyünk KFC-be. Kira vezet? Itt vezet? Meg is kaptuk a KFC-be a kis karamellás fagyjainkat, mert nem volt sék. És most leparkoltunk és megesszük. Sziasztok! Ma már vasárnap van, ugye a második nap a hétvégében, vlogmezben, úgyhogy a mai napot folytatjuk ugye a kis karácsonyfa díszítéssel, illetve a kis lovasfotózásunkkal, szóval a kellékek már itt vannak, úgyhogy kezdjük is el! Na, arra gondoltam, hogy így a fotózás része alá fogok így beszélni, mert akkor tudok közben magyarázni is. Igazából itt kezdtük el pucolni a lovakat itt a szénásnál, mert ez egy kicsikét így fedettebb volt, mint bármelyik másik hely, mert fújt a szél nagyon, és esett ahol is nem akartam a Kaspi megázolni közben takaró nélkül. Viszont ilyen műanyag cuccokkal van lefedve az oldala, és eléggé fél tőle, aztán nem akartam, hogy kiugorjon, vagy megsebesítse ott magát, akármivel is. Úgyhogy átjöttünk, átköltöztünk ide a kikötőhöz. Miután kikötöttem Kaspit, leszettem róla a takarót, és elkezdtem őt pucolni. Eközben Bora kitalálta, hogy ő majd bemegy a pályára, és a múlt nap ott hagyja a lábnyomait. Kicsikét bénáskodott, amíg be tudott menni, de aztán elindult a sártengerben. Igen, ilyen csodálatosan néz ki a pályán, konkrétan lovagolhatatlan, mert össze-vissza csúszkálnánk. És igen, jó mély a sár, ezt Bora lábnyomain is lehet látni. Miután megvoltam Kaspernek a pucolásával, egyébként nem volt kozos egyáltalán, tehát a takaró miatt, szóval gyorsan megvoltunk vele. Fölkantároztam, megazítottam a szíjakat, hasonlók, meg vissza kellett ráraknom a kantárszárat, mert futószereztem ebbe a kantárba, és eddig leszettem. Majd megkapta Kaspern a csodát is kis fejpántját, amit elég nehéz volt rárakni, mert
olyan nagy volt a nyaka, hogy folyamatosan le akart róla ugrani ez a fejbánt. De mindegy, valahogy sikerült föl applikálnunk rá. Aztán elindultunk fel a helyszínre, amit kinéztünk. Igazából ez csak annyi volt, hogy kisétáltunk a lovartából, és itt fölmentünk ezen a kis úton. Majd befordultunk balra, itt volt egy ilyen üres telek-szerűség, és erre mentünk be, és itt fotóztunk. Itt láthattak képeket, miközben fotóztunk. Egyébként meglepődtem, mert Caspian nagyon szépen tűrte azt is, hogy felvezettük, meg a fotózást is magát. Nem volt annyira türelmetlen, mint szokott lenni, úgyhogy nagyon-nagyon büszke voltam rá. Kira? Levezettem vissza Caspiant a helyére, és visszatakartam őt, visszaraktam a karámba, majd ezután beültünk egy picikét a melegedőbe, mert baromi hideg volt, és lefagyott mindenünk, mielőtt kihoztuk volna a lót. Miután nagyjából felmelegedtünk, neki indultunk, és befogtuk Lolát. Szerencsére nem értettem, miért van a fejünkön ilyen karácsonyi cucli, mert azt magunkon hagytuk. Itt is csodálatos az állapot, konkrétan úszni lehet a sárban, úgyhogy körbe kell menni, meg kapaszkodni kell, hogy nehogy esüljön az ember, de bejutottam valahogy a lóhoz, aztán megfogtam és kihoztam. Lolánál kicsikét okosabbak voltunk, mert fújt a szél, és ezáltal volt olyan nagyon hideg, mert egyébként alapból nem volt annyira hideg, de mivel fújt a hideg szél, ezért még hidegemnek lehetett érezni. Úgyhogy Lolát bevittük a boxba, hogy legalább szélmentes helyen tudjuk őt pucolni, meg hasonlók, és ezt ugye Lolával meg lehet csinálni, mert nem fog ránk ugrani a boxba, de Caspian lehet, hogy ránk ugrott volna a boxban, úgyhogy igazából igen, lehet, hogy jó döntés is volt, hogy Lolával csináltuk meg ezt a hadműveletet. Én vagyok az új József Attila. És akkor bemegyünk a boxba. Szia, Lorca! Hi! De cuki, nézd! Kira! Nem látom. Miközben én pucoltam Lolát, Bora szórakoztatta. Fölrakta rá ezt a nagyon cuki kis rénszarvasos fülvédőt. Egyébként tök jól lát volna neki, csak nekem az volt a bajom ezzel, hogy mivel a Lola is barna, meg a rénszarvas is barna, egy picit így beleolvadt, de egyébként tényleg nagyon aranyos volt. Úgyhogy legalább valaki lefoglalta, még én így pucolgáltam őt, mert azért Lola is tud forgolódni, meg türelmetlenkedni, de így legalább el volt foglalva. Szóval vele is viszonylag gyorsan végeztem, mert ő sem volt koszos takarónak az egyik előnye. És miután megvolt Lola megpucolása, azután fogtuk magunkat, felraktam rá is a cuccokat, és elindultunk vissza. Lola a vezérkanca alapvetően így a lovardoménesében, ezért hogyha ő elmegy valahova, akkor mindegyik oda megy a karám széléhez, és így nézi, hogy te hova mész. Caspian meg nagyon hozzá van nőve, és ezért ő meg még nyeríteni is szokott, meg össze-vissza útkározok sokszor, hogyha Lolával elmegyünk sétálni. Szóval ez olyan kis cuki, és így jöttek utánunk, meg nézték, hogy jaj, Lola, hova mész? Úgyhogy mi meg csak mentünk. Lola is nagyon ügyes volt szokásosan a fotóknál. Talán vele így a legegyszerűbb fotózkodni, mert ő azért megáll egy helybe, meg tud figyelni úgymond egy pontot, nem mozog el, stb. Viszont ma azért kicsikét így izgága volt, de igazából nem zavart annyira, megoldottuk, meg vele elmentünk az erdőbe is egy kicsikét, egy úgymond másik helyszínre is fotózni, egy picikét arrébb volt befele az erdőbe, és ott is csináltunk pár fotókat. Szerintem mindkét helyszínen csodálatos fotók készültek, az erdőben kicsikét távoliabbak, a mezőn közeliebbek, de nekem mindegyik nagyon tetszik. Annyira megfagytunk így a végére, hogy Kometről csak egy klippen van, viszont őt is megpucoltuk a boxban, felhoztuk, és vele egy kicsikét más helyszínen fotózkodtunk, de ő is nagyon ügyes volt, néha el akart tarolni, viszont akkor visszatoltam a helyére, és akkor megállt. Szóval ő is nagyon ügyes volt, majd őt is visszaraktuk a helyére.
Megpróbáltunk a három lóval egyszerre is egy fotót csinálni. Egy darab sikerült. Ez elég kalandos volt, mivel Lola ugye mindenkit csípked, viszont azért, hál' Istennek, nem taroltál senki senkit, úgyhogy végül is megérte azért az egy fotóért. Karifa! Végeztünk a lovaknak a fotózásával, nagyon ügyes volt mindenki, kivéve amikor elkezdtek türelmetlenkedni, de hát lovakról van szó, ez megesik, de nagyon jól sikerültek a képet, majd ide a videó végére bevágom az ilyen legjobban elkészült képeket. Szóval most beültünk a melegedőbe, megfagytunk mindannyian, nem érzem a kezemet, lábamat, semmimet, úgyhogy most díszíteni fogunk, igen, ott igen, Bora már itt füzegeti fel a kis díszeket, és felállítjuk a karácsonyfát, felrakjuk rá az égésorokat, mert mit tudom én mi, szóval erről is egy ilyen kis betekintést láthatok majd. Ez már kicsi. Felállítottuk a fát, most ki kell válogatni méretenként az ágakat. Menj már innen! Küzdenek éppen, hogy ki hova rakja be az ágakat. Nagyon szép. Eddig így áll a fa. Ugye, mindjárt kész is van. Készen van a fa, és felkerült az égősor. Hideg fényület, mert rózsaszín ezüst lesz a fa. Úgyhogy díszítsünk is! Felrakjuk a csúcsrészt, van egy ilyen kis aláöltözetés neki, kis szoknya. Unikornis díszek, természetesen ez a legújabb. Ebből csak egy van, de vannak ilyen régebbi kis cukik is. Csillagok, szalagok, csillogos, mindenféle. Ilyen kis fókusz. Móni, jó fókusz. Jó az úgy. Wow! Oda néz! Hogy világít alatta az a? Ugyan? Jaj! Oh! Mit csinál? Oh my god! Hey! Milyen jó az a izé. Nagyon jó alatta. Én találtam ki. Nagyon jól néz ki. Aha. Tegnap vásárolt kis cukiságok is kikerültek. Uh-huh. Itt van ez a rose gold, vagy nem tudom milyen fa. A maci, ez annyira aranyos ez a kis medve. Itt lesznek ez a kis cuki, világítós cuc mellett. Még nem szereztünk töltőfélt, de nem baj, cuki. Ez a kicsit fogyi rénszarvas. Ide került a táncoló Miki mellé, itt vannak a mosogatónál. Nagyon aranyos. Na most is itt van ez a kis világítós rénszarvas. Egyébként ez... Ezek pont mennek egymáshoz. Na. Így. Mindkettő ugyanúgy villog, nagyon jó. Úgyhogy ők itt így együtt fogják díszíteni a csodálatos pultot. Így nézünk ki. Thank you.
Nos, remélem tetszettek nektek a képek, legalább annyira, mint nekem, mert szerintem fantasztikusak lettek. Remélem tetszett nektek ez a kis vlogmas, és élveztétek legalább annyira, mint mi. Decemberben még biztos, hogy fogtok találkozni ilyen vlogmas videóval, úgyhogy találkozom majd a következő vlogmas részben. Addig is élvezzétek a kis adventi előkészületeket, lovazzatok sokat, viszont a súlyt se hanyagoljátok el. Szóval találkozom majd a következő videóban, addig is sziasztok! Sziasztok! I gave you my heart.